A múlt héten hajókirándulással egybekötött háttérbeszélgetést szerveztünk a sajtó számára. Részben a Volner pártot szerettük volna bemutatni, részint beszerettünk volna számolni a háttérbeszélgetésen nagy számban megjelenő újságíróknak arról, hogy elkezdtük a párt külpolitikai kapcsolatainak építését. A magyar politika ismét kétosztatúvá vált. Számomra az volt a fontos, hogy létrejöjjön végre egy olyan normális párt, amely akár jobb, akár baloldali szavazók számára elfogadható célkitűzéseket fogalmaz meg, és a társadalom 90%-a számára a gondolatai vonzóak, Magyarország 21. századba történő átvezetésére pedig alkalmas ez a párt, versenyképes gazdaságot, fenntarthatóságot eredményez a politikája. Akár a Covid-járvány, akár a Fidesz brendjének természetes fáradása miatt erősen valószínű, hogy a Fidesznek nem lesz meg a kormányalakításhoz szükséges többsége a következő választáson, és ez erősen valószínű, hogy a baloldalnak sem lesz meg, és nem lesz képes betölteni a kormánypárt alakítására alkalmas parlamenti többség szerepét, tehát vélelmezhetően a következő választások után, hogyha a jelenlegi politikai tendenciák folytatódnak, akkor kisebbségi kormány fog alakulni. Különösen igaz ez akkor, hogyha a Volner pártot sikerül egy erős tényezővé tennünk a parlamentben, ugyanis mi vagyunk jelenleg az egyetlen olyan ellenzéki párt, amely meg tudja szólítani hatékonyan a Fidesz szavazóit. Ezt a baloldali tömb nem képes megtenni, mi azonban egy normális politikával, egy jobb-közép politikai pozíciót fölvéve vélelmezhetően sokkal vonzóbbak tudunk lenni a Fidesz szavazói számára, mint a baloldali összefogás bármelyik pártja, hiszen ez gyakorlatilag egyfajta kormányzást eredményez, egy baloldali, liberális kormányzást. Az én intézetemnek, a Frontiers of Freedom Institute-nak az irányultsága az nagyjából megegyezik azzal az irányultsággal, amit Volner úr itt elmondott, és ami pártjának a lényege. Különösen fontos volt számomra beszélgetéseink során az értékrendszernek és a különböző értékeknek a meghatározása, amely meg kell mondjam, hogy egybeesik a mi intézetünknek az értékrendszerével az Egyesült Államokban. Remélem, hogy a Volner párttal az intézetünknek szoros együttműködése lesz, és amennyiben tudunk, az Egyesült Államokban segíteni fogjuk azt, hogy Volner úr bemutathassa a pártját a kongresszusban. Segíteni szeretnénk abban, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen az Egyesült Államok gazdasági életében meghatározó szerepet játszó emberekkel.